A Tamási Aranyerdő óvoda és bölcsőde vezetője a legutóbbi képviselőtestületi ülés alkalmával számolt be a 2021-22-es nevelési évről, amit egyhangulag el is fogadtak a képviselők. 9 csoporttal működött az Aranyerdő óvoda és bölcsőde. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a nagy csoportlétszám alapján, vagy a csoportok száma alapján szervezhetünk azonos életkorú csoportokat, és vannak vegyes csoportjaink is. Tehát megjelenik nálunk a kis csoport, középső, nagy csoport, illetve volt egy olyan csoportunk is a tavalyi évben, akik már negyedik éve maradtak nálunk. Ez egy iskola előkészítő funkciót ellátó csoport volt. A vegyes csoportokban pedig ugye 3 éves kortól vannak a gyerekek, de előfordul, hogy 3 éves kor előtt is befogadjuk a gyerekeket. Azonban már egyre kevésbé jönnek át a bölcsőből, hiszen a bölcsődénk a tavalyi évben, pont a 21-22-es nevelési év szeptemberétől ugye kibővült egy pályázat keretében, hogy van 2 nemzetiségi csoportunk is, tehát aki szeretné, azt is biztosítani tudjuk, hogy német nemzetiségi nevelés részesüljenek a gyerekek. Mikor augusztus 31-ig betöltik az adott évben a 6. életévüket, akkor a gyerekeknek a következő évben meg kell kezdeniük az iskolát. Az a tapasztalat, hogy egyre kevésbé kérik a szülők az oktatási hivataltól, hogy visszamaradjanak a gyerekek, így most számszerűleg azt tudom mondani, hogy a tavalyi évben 17 ilyen kisgyerek maradt itt nálunk az intézményben, akit az oktatási hivatal engedélye alapján neveltünk továbbra is, és vannak itt az idei évben is a gyerekek. A 2022-23-as nevelési évet, akárcsak az előzőt, szintén 9 csoporttal indította el az intézmény. Most még szeptemberben, ugye szeptember végén vagyunk, a beszoktatási időszak alatt vagyunk, tehát folyamatosan a csoportjaink töltődnek, főleg a kis csoportunk, ugye, ahol 26 fővel indítottuk, és ez igen szép és magas létszámnak tudható az idei évben is. Egyébként az a tapasztalat az elmúlt években, hogy a szülők egyre jobban ragaszkodnak az azonos élet korú csoporthoz. Én magam is ezt támogatom, de hát nyilván mindig a szülő döntése, és annak megfelelően próbáljuk a gyerekeket elhelyezni az adott csoportokban. A kolléganőktől már érdeklődtem a beszoktatás tapasztalatairól. Ők úgy értékelték, hogy nagyon szépen beszoktak a gyerekek, és rövid idő alatt, úgyhogy igazából pityergések már nagyon nem hallatszanak a csoportokból. Több óvodapedagógusunk kérte a 40 éves jogosultsággal történő nyugdíjba vonulását, viszont azt mondhatom, hogy szintén az intézmény abban a szerencsés helyzetben volt, hogy ezen kollégákat invitáltuk továbbiakban is, hogy végezzék el továbbra is a nevelő munkát intézményünkben, és ők szívesen vállalták, hogy visszajönnek így a nyugdíjas státuszok mellett is, és továbbra is folytatják a nevelő munkát. Így jelenleg személyzetileg rendben el tudtuk indítani a nevelési évet, hiszen 3 pedagógiai asszisztens foglalkoztatunk, akik délután 13:30-5 óráig látják el a gyermekek felügyeletét a csoportban, mert hiszen abban az örömben is van részünk, hogy van 3 kolléganőnk, aki kisbabával van otthon, és gyakorlatilag az ő helyükre kellett asszisztenseket fölvennünk határozott időre, amíg ők otthon tartózkodnak a gyermekükkel. A tavalyi nevelési év minden szokásos programját megtartotta az óvoda, ezek egy részét csak csoportszinten a vírus miatt. Nagyon támogató és lelkes szülői szervezetünk van, akik mindenben támogatják az intézményt, és főleg a gyerekek programjaira visszafordítják azt az összeget, amit egyéb rendezvényeken tudnak beszerezni, vagy jótékonykodás céljából, hiszen szerveznek adventi vásárt, szülők nevelők báját, futás az óvodáért, bölcsődéért programot, és az itt befolyó adományokat, azokat a gyerekeknek fordítják vissza. Ebből tudnak a csoportok nagyon gyakran játékokat vásárolni, illetve egyéb rendezvényeket, és nyilván színvonalas rendezvényeket tudunk ilyen szempontból tartani. És még itt köszönném meg az óvodásainkért alapítványnak a támogatását, akik szintén nagyban hozzájárulnak, hogy a gyerekeknek karácsonykor igen tetemes mennyiségű ajándékot tudnak az óvodapedagógusok vásárolni a csoportokban. Az intézmény igyekszik betekintést engedni mindennapjaiba, így nyílt napokkal készülnek a szülőknek, a tavaszi időszakban pedig
ovi csalogató programokat kínálnak majd a leendő ovisok számára. A bölcsődeiben is zökkenők nélkül indították a nevelési évet. Az elmúlt években 27 férő helyes volt az intézményünk, és hosszú várólisták voltak folyamatosan, mert akkora igény mutatkozott a bölcsődei ellátásra, hogy a 27 férő helyel ezt nem tudtuk kielégíteni. Így, hogy két új csoportszobával bővültünk, az intézményi létszám keretünk 55 főre bővült, amit tulajdonképpen ki is használtunk, ugyanis a tavalyi évben 51 gyermeket tudtunk ellátni, tehát azt kell mondanom, hogy a dupla férőhelyre is megvolt a településen az igény. A gyerekek létszámával együtt nyilván emelkedett a gondozói létszámunk is. 10 fő helyett most már 17 kolléganő látja el a gyermekek ellátását. Ebben az évben 5 csoportban, illetve tavaly évben is már 5 csoportban működtünk. 2 nagyon korszerű, nagyon modern körülmények között, és megmaradt a régi 3 csoportunk, ahol szintén nyilván igyekszünk a gyerekeknek a megfelelő környezetet, tárgyi személyi feltételeket biztosítani. Természetesen az életkori sajátosságok miatt a bölcsiben másként megy a beszoktatás, de a speciális módszertani ajánlások figyelembevétele mellett apró lépésekkel a legkisebbek is hamar alkalmazkodnak az új környezethez.